Sziasztok! Ma folytatom a Médiából 2 Total War Stainless Steel 6.4-es végigjátszásomat a francia királysággal, és itt maradt abba ugye, hogy hát ugye az van, hogy néhány várost azért például át tudok fejleszteni ugye óriási városra, mint például Krakovot, vagy ugye meg lehet, hogy tovább fogom tudni fejleszteni Kassát, vagy Kalmart. Mindössze két kör, és ha minden igaz, akkor ugye legyőzöm a litvánokat, és ugye elkezdtem Novgorodot megtámadni. Egyelőre Kijev nem támadott meg, de szerintem meg fognak támadni. Perderik Milisa, ha? Plusz ugye elfoglaltam Adrianopolt, így a Fatimidákat kiűztem Trákiából. Visszaűztem őket ugye Anatóliába. Ha jól emlékszem, igen, ugye 22.562 lakosa van Toledónak. Arra gondoltam, hogy meg fogom vásárolni a izét, a területet. Ready and able. Confusing me with a diplomat. Na jó, azt hiszem jelent egy olyan, hogy körváltás. Van gyalogos lovagrendi lovag. Az kell. Plusz lovag. Lovas lovag. Van amúgy még jó néhány egység, amit nem kaptam meg. Ha jól emlékszem, akkor ugye azt hiszem tudok majd képezni zsandarmokat és nemesi lovagokat. Lovast is és gyalogost is. A gyalogos nemesi lovag az olyan, mint a keresztes államoknál volt a Templar Guard. Rendkívül jól néz ki ugye fejlesztett páncélzatban. És még mindig növekedett a lakosság. Nem érem el! Fenében nem érem el az egységüket. Na de a következő körben akkor meg lesz. Oké, ugye sikerült továbbfejleszteni Krakovot, ami nagyon jó. Lehet ágyús tornyot építeni, az durva. Oké, ugye tudok Vulgé milicistát, az jó. Ha jól emlékszem, hogy ezzel a sereggel akarom támadni Novgorodot. Itt megy az átképzés, nagyon jó, a következő körben vége is. Plusz van rakétás, az jó. A Reval, ha minden igaz, ugye ki sem fog támadni. Van Zsoldos Knight. As you wish, orders. By your will, seigneur. Let's leave each other be. Mon roi. Várjunk, nekem kéne egy olyan, hogy hadvezér, ugye? Seigneur. Orders. Orders. Seigneur. Orders. Seigneur. Mon roi. Orders. Tudok képezni egy hadvezért ugye Halicsban, az jó. Ready and able. Itt maradtak Fatimida csapatok. De arra gondoltam, hogy ide például kéne egy erőd. Valahogy. És ugye lezárva. Az átkelő. Ezeket itt le kéne győzzem. Ready and able. Oké. Lássuk. Ugye van némi jó egységük. Mamelukok, gulámok, azok jók. Főleg a mameluk. Ja, van egy csomó mameluk lovas így állsz. Long range missiles. Ja. Glory to the King of France
Annyi az egész ugye, hogy vannak ugye a fatimidák, a szeldzsukok, a magyarok. Ez a három nép rendkívül erős a játék elején ugye a lovas íjászaik miatt. Mondjuk ugyanúgy erősek még a lengyelek is. Nekik is van, nem a lengyelek, a litvánok, nekik is van egy egész komoly lovas íjászuk. Így a játék elején. Vagy ugye a mórok, nekik ott van a, szintén a fari lovasság. A szeldzsukoknak szintén ugye fari lovas a neve. Fatimidáknál ugye a mameluk. Várjunk, látszik a páncélfejlesztés? Nem, egyelőre nem. Ennek is ugye van páncélfejlesztése, de ennek az egységnek ezüst szintű. Na de mindegy. Minden igaz, jönni fognak ők, mert ugye tüzérségi előny. És ugye itt van a French Chivalric Knights. Vagy a gyalogos Man-at-Arms. Ó, szép. Now we must send these men running back to the desert. Az szép volt. Az szép, belesétált a tűzbe. Milord, the tide of battle seems to have turned against us. We must act and hold this turn of events. Oké, elnézem, jönnek ők. Nagyon helyes. Valójában az íjászokat jó lenne lecserélni majd ugye gyalogos francia íjászokra. Vagy várjunk, azt hiszem, a Stainless Steelben szintén kell legyen Skatsgard. Azok is ugye nagyon jó íjászok. Ja, az én jászaim egy kicsivel jobbak. The enemy is badly blotted. They have lost half their men. Ó, itt vannak katalánok. Ja, az előcsatározók azok veszélyesek. Oké, amúgy a többi erősítés is jön, vajon? jó lenne. Igen, ugye lőnek a mamelukok.
Jézus már nem ennyi lovas íjász amúgy. Oh wow. Ez nagyon sok. Ó, várjunk, valójában jönnek. Oké, bár a bangon, de inkább nem így lőjön többet. Oké, megindulnak, tökéletes. Oké, vessük be a gyalogságot, mármint a kartforgatókat. Ó, szép! Good riddance to that Saracen death dog. Praise death will break his men's resolve. Lőjük a izét, a lovas íjászokat. Okoznak veszteséget, de annyira nem lényeges. Eltaláltak az egyik mangonelt. Ja, a lovas íjászaik azok problémák. Ja. Várjunk, hadvezér inkább vissza. They have lost half their men. For the moment, the chance of battle goes our way. Let's pray it remains as such. Okay, nyomuljunk előre. Ám bár a lovasság az még itt van, ugye egy csomó mameluk, meg némi gyalogos íjász.
az igen, itt mennyi hulla van. Wow. Lord have mercy. We have lost half of our men. Ja, valójában okoznak komoly veszteséget. Ah, itt még visszajöttek a szaracén milicisták, az gáz. Rengeteg lovag meghal. De hát ugye a rengeteg íjász miatt. The enemy general lies dead. Good riddance to that Saracen death dog. Praise death will break his men's resolve. Oké, a lovagok lassan mind meghalnak. A lovas lovagok. Oké, ugye egy sereg az megtört. Winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Oké, menekülnek ezek a mamelukok. Na, a fenébe, kicsit be vagyok rekedve. Azt hiszem, hogy most már csak a trebusé maradt. Ó, oh, wow, ez amúgy durva volt. Végig kellett mészároljuk magunkat a hídon. Ó, oh, wow. Ez igen, az a rengeteg íjász, az rengeteg lovas íjász, te jó ég. Medieval 2-ben a lovas íjászok, mármint a Stainless Steel-ben, sokkal veszélyesebbek, mint például Rome 2-ben vagy Total War Attilában. Pedig Total War Attilában is nagyon veszélyes, de Total War Attilában ilyen helyzetben nem nagyon lőnek az íjászok. De ugye Medieval 2-ben folyamatosan... Uff... Rengeteget megöltek a mangonelek, megsütöttek egy csomó lovat. Ah, bakker szalámi. All of Christendom will be awed by our victory here today. Az egyik mangonelnek 224 ölés, a másiknak... Hol van? Már hol a másik? 282. A lovas lovagokból ugye szinte mindenki meghalt. De ugye ez a sereg nagyjából azért volt itt, mert úgymond befejezni a megmaradt ellenséget. We are triumphant. Glory to France. Irány vissza Targovistéba és átképzés. Ja igen, tudok képezni Maor tatóikat, szóval le tudom cserélni az átlagos íjászt Maor tatói íjászra. Ami nagyon jó. Következő körben meg tudom vásárolni ugye Toledót. Señor. An order? Oui, señor.
Plusz ugye le fogom győzni teljesen a litvánokat. God be praised for this victoire. A glorious conquest for France. És meghalt a Szeldzsuk szultán. Litvánoknak pedig vége. Ó, meghalt a király. És Jumus Emre is dies. Emre? Ah, oké. Okay. Imre. Ó, oh, itt... Ó, oh, Turkuban volt. Ah, oké. Okay. Mon roi. Orders. Mon roi. Ready and able. Oui. Ready and able. Seigneur. Mon roi. Ready and able. Seigneur. Orders. Oké, okay, van ugye izé gyalogos lovagrendi lovag. Mennyi a lakosság növekedés? Kassában 2% és Kalmarban 1,5%. Várjunk, 1,5% és 21.764 lakos. Hűha! Remélem nem hal meg öregségből, ugye már 73 éves a karakter, de... Van esélye, hogy ki tudom fejleszteni Citadellára. Oké, szóval kell nekem Toledo. A pénz mondjuk úgy nem számít, szóval adok egy olyan... Kezdjük 150 ezerrel. Very generous. Oké. Okay. Köszöntem. És Citadella. Ready and able. Oui. Ready and able. Tökéletes. Lesz egy újabb Citadellám. Vagyis lett egy újabb Citadellám. Ready and able. Oui. Where shall we strike? We shall slaughter them. They have nowhere to run. Aranygerendás Berderik milisa. Let us stop. I look forward to fighting you. Oui, seigneur. As you wish. Seigneur, by your will, seigneur. Joining forces, seigneur. Seigneur. Oui. Seigneur. Ja, mein Kaiser. Mon roi. Oui. Merging armies. Mon roi. Epic seigneur. Orders. Orders, Kaiser. Oui. Combining your forces. Mon roi. Oui. Merging armies. By your will, seigneur. Joining forces, seigneur. By your will, seigneur. Oui. Orders. As you wish. Mon roi. By your will, seigneur. My father. Engage me, or be gone. Orders. Mon roi. Oui. Ready and able.
Oké, a magyaroknak amúgy rengeteg egysége van. Nagyon-nagyon sok. Van bandériumi lovag, oh wow. Azok jók. Azok nagyon-nagyon jók. Valójában el tudnám foglalni amúgy Novgorodot. Hát a pápánál nem igazán van befolyásom. Plusz ugye lassan lecserélném a francia feudálisokat, francia lovagrendi lovagra. A Sergeant Spearman pedig ugye Vulgierre. Ready and able. With honor. Set in camp here, seigneur. We can go no further today, mon roi. We can go no further today, mon roi. Át kéne küldjek egy kémet. Mert ugye ezek itt még mindig csak erődök. Ott van ugye Melilla, vagy itt van Algéria. Algiers, az még mindig csak izé, mindig csak... erőd és nem citadella. Whose life needs someone. Jó, oh, wow, az meghalt. Ugye azt a karaktert jól lenne megasszaszinolni. Még van rá 5 kör. Senior, ready to sail. Orders, as you wish. We shall camp. Not even royalty escapes God. Morwa. Today's march end. Oui. Our men are exhausted, seigneur. Come and get me, you coward. Splitting forces, Morwa. Okay, a pápai állam ugye ráküldi a bishopokra. Vagy püspökökre inkább. Az inkvizíciót. Remélem számítanak rá. Ahogy elnézem, igen. Az szép. Oké. Vannak jó egységeik is. Várjunk, az 500 fős csapat támadott meg. Ők vannak a városban, akkor a két nagyobbik erősítés az a hátamba jön. Szóval a két... Ami ugye szemből jön, azokat gyorsan elintézem lovassággal, és az íjjászok tüzérség, a gyalogság, az pedig ugye hátrafele kell nézzem, mert ugye onnan jön a nagyobb erősítés. És ezzel, ha minden igaz, meg is lesz ugye Novgorod. Oké, itt van egy kisebb magaslat, az jó. Enemy have brought up more men. Előre. To make up in numbers what they lack in bravery. Annyira királyú néz ki ez az egység, ugye ezzel a fejlesztett páncéllal. Nagyon királyos isakjuk. Oh. A lovasok már ugye elkezdték a harcot. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. És ugye ott vannak a bojárok. The enemy is badly blotted. They have lost half their men. Charles!
bien. We have captured the enemy's general. That will teach the cowardly dog to turn tail and run. Now he can rest at our leisure. Double time! Move! Move! Allez, vite! Battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. The enemy general has no honor. He flees the field of battle and abandons his men. Okay, a városőrségnek ugye vége. Our cowardly foe runs. We must push our advantage. Okay, lovasság vissza ide. Most már csak ugye be kell várni a nagyobb erősítést. Okay, ám bár ezek itt még nem adták fel. Cowardly foe runs. We must push our advantage. Units, fire at will. Okay, ott volt egy kicsit olyan, hogy baráti tűz. Heavy infantry. Heavy infantry. Heavy infantry. Feudal knights. Létszámban amúgy rohadt erősek a csapataik. 200-as izé ugye gyalogos egység, Lanja, 150, Berderik milisa. Létszámban jóval erősebbek. De nekem ugye tüzérség, hosszú íjász, nehéz gyalogság, nehéz lovasság. Ó, az igen. Atya úristen, wow! Az gyönyörű találat volt, az is. Ó, gyönyörű. Ja, rengetegen megsülnek. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Only half the enemy force remains.
Ennyi az egész, ugye megint rengeteg lovagot elveszítek. Általában mindig a lovasság az, ami a legnagyobb veszteséget szenvedi el. Ó, abban az erősítésben vannak trebusék. Ő, az gáz. Enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Mondjuk lehet azért is, hogy a lovasságot veszítem el mindig legelőbb, mert ugye ők az elsők, akik rátámadnak az ellenségre legtöbbször. Run down those worthless peasants. Oké, támadjuk a trebusét és a katapultot. Milyen gyorsan tolják amúgy azt a trebusét. Gyorsabban tolják a trebusét, mint ahogy a gyalogság gyalogol. Azért az durva. Charge knights. Very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Okay, a lovasok inkább vonuljanak vissza. Oké, ez a két csapat íjász, ez nincs a legjobb helyen. Ugye itt nagyon lent vannak. És az ellenség meg jobbról jön inkább. Oké, okay, menjünk vissza, intézzük el a izét, a trebusét. The enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Ja igen, a mangonál nem még lőjön. Oké, okay, ez megtöri őket. Ja. Amúgy ezek a láncsások valójában rohadt jók a izék ellen. Mennyi a támadó ereje? Alapból 2, az valójában egész jó. Láncsás egységhez képest, ugye miliciához képest. Oké, okay, amúgy... Nagyjából ennyi volt, nem? Nagyjából igen. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants! 99%-a megsemmisült az ellenségnek. Wow! Lemészároltuk őket.
De ugye a lovasság az rendkívül nagy veszteséget szenvedett el. The defending forces. It is ours. Nem akarom csak simán elfoglalni. Legyen csak kifosztás. Hogy elnézem, Novgorodnak nagyon jó bevétele van. Majdnem 5500 dénár, az rohadt jó. És most döntött úgy Kijev, hogy megtámad. Elfoglaltam ugye Novgorodot, oké, azt mondták, na jó, most már támadjunk mi. The enemy surround us. We are besieged. Morwa. Meghalt a Kumankán. Igen, ide ugye még kéne olyan, hogy Samseri Yas. Ja igen, Revában volt egy kis lázadás. Our men will camp here, senor. Annyira nem vészes. Genovát pedig sikerült tovább fejleszteni. Fejlesztjük a kikötőket. Azok hozzák a pénzt. És ugye ugyanúgy Lundot is fejlesztem tovább. Orders. Morwa. Oké, ugye Pszokovban pedig lett ágyús torony, de ez valójában már nem olyan terület, amit nagyon támadni fognak. De a lényeg, hogy van. Ezzel a sereggel meg is támadjuk Kijevet. Ó, AI. Okay. AI. The day is ours, senor. Boom. Nesze neked. This is yours, mon roi. Csak azért, mert megtámadtak. Senor. To battle for your honor, mon roi. Csak azért fosztottam ki a izét, vagy mészároltam le a lakosságot. Nem lett volna szabad megtámadjanak. De úgy döntöttek, hogy mégis. Ó, fatimidák erősebbek, mint mi, ugyan már? Az hogy? Señor. An honor, señor. You are brave to seek an audience with us like this. I see little my people need in your offer, Sadiq. Oké, térkép a térképért, béke és kereskedelem. Valójában oké is, mert nem akarok terjeszkedni ugye egyelőre a fatimidák felé. Igen, van egy csomó területük. Várjunk, Nikózia az senki, és méghozzá Citadella. Wow, oké. Mármint lázadó, oké. És ugyanúgy Rodosz is, ami csak erőd. Ready and able. Your orders, Momoa. Going ashore. Oui, mon roi. Ready and able. With honor. We can go no further today, mon roi. Okay, mennyi a lakosság növekedés Kalmarban? Még mind... Ó, oké, ebből Citadella lesz. Ebből Citadella lesz. Tökéletes. Ki tudom fejleszteni, hogy építeni az első Citadellámat. Na, végre ide volt győzni. We are triumphant. Glory to France. Szóval csak ki lehet építeni a Citadellát, csak ugye... Én úgy vettem észre, hogy valójában, mintha a játékban a 200. kör után megnőne a lakosság növekedés mindenhol. Szóval valójában ki lehet építeni, csak ugye nagyon későn. Glory to mon roi. We attack. Know your enemy.
Mert ugye nagyjából így működik a játék annyi az egész. Hogy nem engedi, hogy 200, ugye 1300 előtt citadelláid legyenek. Az AI-nak engedi, mert ugye AI, de játékosnak, a játékosnak nem. Mármint nem mondom, hogy lehetetlen, de szerintem rendkívül nehéz. Sőt, úgy vagyok vele, hogy nem hiszem, hogy megérni a fáradozást. Kiépíteni olyan hamar a citadellát. Cheatelés nélkül persze. Oké, arra gondoltam, hogy akkor még egy körváltás. Várjuk Novgorodban, mit építsünk. Novgorodban kéne hozni erősítést amúgy. Hát mondjuk van itt ugye Pszokovból. Vagy ugyanúgy Turkuból is. Némi lovast. A lovasokat azokat pótolni kell. Leaving the army, Seigneur. Splitting forces, mon roi. Jó, mert ugye Kiev megtámadott, és a fővárost el is vettem tőlük. És Kalmarból citadella lesz. Tökéletes, wow, oké. Rendben, rendben. Ennek nagyon örülök. Ready and able. I am not here to negotiate. Mon roi. Hey, in due time, mon ami. Jaj, ne! Ez egy rohadt jó zsoldos sereg volt és fellázadtak. Aff. Okay. Orders. Okay. Ready and able. France is coming for you. Ja, ja. Ah, itt meg járvány lett Novgorodban. Seigneur. By your will, Seigneur. Today's march ends, mon roi. Rendben, amúgy Kalmarból irány Lund. Vagy ide. Nico... Neocoping. Vagy mi az? Mert ugye azt is tovább kell fejleszteni. Honor dictates, I inform you, I intend to attack. Várjunk! Ez még egy seregen fellázadt! Oh, wow! We are prepared to receive your message, sir. The answer discussions come to a close. Na az gáz! Ready and able! With honor! Most wise! Nem valami lojálisak a izék a hadvezérek amúgy. Orders, Your Majesty. Ready and able. Orders. Mon roi. Orders. Mon roi. By your will, Seigneur. Today's march ends, mon roi. Seigneur, as you wish. We shall camp here. Orders. Joining forces, Seigneur. Whose life? Tökéletes, meg lett a küldi. We mon, we suspect you will waste our... We cannot until... Talk is cheap. Come face me. Na jó, legyen akkor az, hogy zárom a videót, és akkor ugye a következő részben itt vannak ezek a lázadók, itt van két csapat. Ezeket itt le kell győzzem. Azokat, hogy itt minden áron ugye le kéne ezeket így győzni.
with honor. Need someone removed whose life ends today. Boarding our ships. We disembark. Oui, mon roi. Ready and able. Oui. Name the field of battle. We will meet you there. Orders, Seigneur. Okay, ennek a karakternek is amúgy esik le a lojalitása. Mon roi. Orders. Combining your force. Ready and able. Swiss Hubbards. Oui. With honor. Ja, mein Kaiser. Oui, Seigneur. Kaiser. Where shall we strike? Move now, Seigneur. By your will. Oui, Seigneur. Kéne egy másik hadvezér akkor. 35 éves, rendkívül lojális. Seigneur. Plusz valójában két Vulgiert lecserélnék svájci halbedierekre, hogyha már van, ugye. Annyi az egész, ugye, hogy nem sokára, vagy ugye lassan elkezdődik az az idő, amikor rendkívül jó zsoldosokat lehet fölvenni Európa szerte. Amúgy meg lehet, hogy Kassát, ha tovább fejlesztettem, és hogyha tovább tudom fejleszteni, akkor a Kassában lévő hadvezérrel lejövök Rómába, mert Rómát szeretném ugye óriási várossá fejleszteni, az nagyon király lenne. Na de akkor kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!